Jó estét kívánok a kedves nézőknek! Az utolsó négy mérkőzésre érkeztünk a harmadik fordulóból, és ebből az aktuális párosításból megnézhetjük az Ukrajna-Belgium mérkőzést az E csoportból. Természetesen párhuzamosan a Szlovákia-Románia mérkőzés megy. Gyakorlatilag Szergej Rebrovnak egy 5-0-át kell produkálnia, hogy életben tudják tartani a harmadik helyre való továbbjutást. A belgáknak meg lesz erre egy-két szavuk, az biztos. Azért is mondtam, hogy a győzelemmel ez elfogadható, mert egyetlen egy rugott góljuk van az ukránoknak. Természetesen itt van az ukránok kezdője, 4-1-4-1-es felállást választotta, ahogyan említettem, Szergej Rebrov. Lunin ott van a kapuban, természetesen továbbra is számít rá. Tehát egy rugott góluk van, ugye 3-1-re kikaptak a románoktól, aztán 2-0-ra a szlovákoktól. Tehát nem kell nagy észre ez, hogy mennyi gólt kaptak, összesen 5-öt, és természetesen 0 ponttal állnak a csoportban. És hogyha mondjuk Belgium megnyeri ezt a mérkőzést, és a Szlovákia-Románia mérkőzésen mondjuk Románia nem szerez pontot, akkor Románia gyakorlatilag a harmadik, és a legjobb harmadik között sem jutna tovább. Így me a belgák kezdője, természetesen 4-3-3-as felállásban játszanak. Ott van természetesen De Bruyne, onnan illetve az egyik leggólerősebb játékos Romelu Lukaku személyében, akitől tőle várják leginkább a gólokat, de hát a többi csapattól is várják. Hamarosan meg is kezdődik a mérkőzés, egészen konkrétan most Stuttgartból, és hát ez a stadion azért okozott nekünk azért jó kis meglepetéseket, hiszen gondoljunk azért a valóságban ugye a skót-magyar mérkőzésre, akkor ottan ki lehetett vinni azért a továbbjutást, de majd meglátjuk, hogy valóban így lesz-e, és ott leszünk a 8-at döntőben. Berga eladott labda, Dovbik indulhat meg nagy lendülettel, a harmadik percben vagyunk is, lehet, hogy itt lesz az első gól, de nem! Kastaincs megállítja az akciót. Hát ő lett az egyik favoritja, belga kapus, ugye Courtois-t helyettesíti. Az első szöglet következik a negyedik percben, kifejelik a belgák, de ott még ott lett, még Mudrik, előtt a lehetőség Zabanyi. És marad Stefanenko, nem Mudrik, aztán felszabadítanak a belgák, jöhet az első támadás, Carrasco. De Bruyne, nem indul a társ, csak most Doku. Még hozzá, egyelőre még nem adja be, egy csel, még egy. Most a passz Carrasco, hátra Mangalának, aki viszont eladja a labdát. És ezzel jöhetnek az ukránok. Mudrik. Nem jó a labda egyelőre, csak most. Mudrik indulhat meg a bal oldalon. Itt látszik leginkább, hogy Ukrajnának egyetlen fontos a győzelem, és aztán Teate lába kellett ahhoz, hogy blokkolni tudja ezt a lövést. Itt láthatom még egyszer, a kapus már verve volt. Úgyhogy az újabb ukrán szöglet következik, amit Zinchenko fog beadni a 9. percben. Ezt ismét kifejelik a belgák. Mudrik. Mudrik lövi rá mellé. Óriási lehetőség Ukrajnának. Itt láthatom még egyszer a lövés. Hát nem sok kellett, hogy hárítson a kapus. Castillos. De nem kellett azért munkába lennie. Az biztos, hogy csoport első lesz Belgium, hogyha megnyeri ezt a mérkőzést, tehát nekik ték nélküli a találkozó. Románia-Szlovákia. ...nak kell azért izgulni, hogy ki lesz a csoport másodikja, hiszen az a meccs dönti el, hogy ki lesz gyakorlatilag, aki az egyenes kieséses szakaszba
érhet. Mert hogyha mondjuk Szlovákia kikap egy nagy arányú verességgel, akkor így is úgyis harmadikét, legjobb harmadikét a negyedik helyre kvalifikálni tudja magát. Nem viszont, hogyha Románia, akkor így is úgyis ők lennének a csoport harmadikok legjobb gólkülönbséggel. De az majd az a mérkőzés majd ott fog eldőlni Frankfurtban. Negyed óra telik el lassan a mérkőzésből, egyelőre kóstolgatja egymást a két csapat, de inkább Ukrajnának volt néhány ordító helyzete, de a belgákról nem az híres, hogy ezt feladják egy hamar. De mindenféleképpen a győzelem az elfogadható, hogy csoport elsőként jussanak tovább a nyolcad döntőbe. Carrasco cselezget, nem várja, most várja a társakat, most passzolja Teate-nek. Teate hátra Carrascónak, lepassz Mangala, nagyon szép összjáték eddig, Onana, Mangala, Teate, várja, picit áltatja az ukránokat, De Bruyne nem tud lefordulni vele, marad a 0-0. Dovbik indulhatna meg, azért is mondom, hogy indulhatna, de megállítja a belga védelem, aztán visszaszerzik az ukránok. Dovbik megtolja Vertonghen mellett, de visszaér a társ, hátra. Sudakov az egy első próbálkozást még blokkolja. Pae, aztán a másodikat is. Ott a golezett Castils! És most jöhet egy gyors kontra. Lukaku nem tör annyira egyből kapura, hanem megvárja a társakat. De Bruyne, Dukunak nem jó a labda. Stefanenko, Mudrik, Mikolenko, Mudrik, Dovbik, Zinchenko, jobban játszik egyébként Ukrajna ezen a mérkőzésen, Sudakov, ott a gólhelyzet, és aztán ment Fae. A harmadik ukrán szöglet következik. Lehet, hogy rárúgta Dovbikra? Tehát ott voltak a belga drukkerek, hát úgy tűnik, hogy rárúgta az ellenfél játékosára a labdát, úgyhogy kirúgással folytatódik a találkozó. Fáj. Kastincs. Onana. De Bruyne indítja Lukakut, aki eddig nagyon jó a labdával. De Bruyne, Lukaku elfektetett egy védőt, De Bruyne-t indítja. Ott a beadás. Lepasszolja Carrascónak is, ezzel megszerzi a vezetést Belgium. Az első félidő feléhez közeledve. Belga vezetés. Nagyon szép támadást vezetett végig Belgium, gyakorlatilag az első komolyabb támadást vezette végig a belga alakulat. Ezzel a góllal tehát egyelőre vezet Ukrajna ellen. És ezzel nagyon, de nagyon nehéz helyzetben van Ukrajna az egy csoportban. 0-1 tehát Belgium javára. De Bruyne. Jó ki a szélre Teate-nak. Carrascót indítja, de ő le sem van. Nem is nézhetjük, hogy valóban les volt-e. Igen. Jól látszik, hogy ez lesen tartózkodott a gólszerző. 42. percben vagyunk. Menj előre, akit említettem, hogy a Carrasco góljával a 29. percben 1-0-ra vezet. Szerzett góllal vezet, tehát Belgium Ukrajna ellen. Ez jó indítás lenne Dukunak, csak nem jól indult el. Lunin. Konopia. Sudakov. Dovbik. Zinchenko. Stefanenko. Nem indulhat nagy lendülettel, de Kastincs megállítja az akciót. Doku. De nyugodtan passzolgathatnak a belga játékosok. Egy perc közben a ráadás. Fae. Teate. És ezzel véget ér az első 45 perc. Gyakorlatilag Ukrajnának volt az első nagyobb helyzete az első negyed órában. És a képen látható Carrasco egy szemfüles góllal, tehát egyelőre 1-0-ra vezet Belgium. Innen hamarosan a folytatással.
Meg is kezdődik a második 45 perc, 1-0-ás belga vezetéssel, tehát fordultak a csapatok. Revrov egyelőre nem változtatotta az ukrán csapaton, egyelőre még ezekbe bízik. Dovbik indulhat meg nagy lendülettel a jobb oldalon, ott a beadás középre, ez Castillas maga biztosan fogja. Már a rögtön a 48. percben ukrán lehetőséget láthattunk. Doku nem egyből indul Lukaku felé, de nem jó a labdája. És ott a passz. Mikolenko. Stefanenko. Most vagyunk az 50. percben. Egyelőre 1-0-ás belga vezetés, ami az 29. percben született meg Carrasco góljával. Egyelőre ezzel fordultak a csapatok pihenőre. Carrasco közben szabadrugás lesz. De Bruyne kicsit hevesen reklamál, hogy miért kellett ezt erőszakosan csinálni. Aztán nyugtatja. Igen, De Bruyne-t faltolták. Cserélnek az ukránok, méghozzá Sudakov jön le, és jön fel Malinovsky a pályára. Egyelőre Belgium nem cserél, bár okokból, hogy miért. Mert mindegy, hát vezetnek egyelőre. Onana. Doku cselezget. Mikolenko próbálja meg megállítani, Lukaku-nak passzol. Lukaku gólhelyzetben, ott a lövés, Lunin! Az első belga szöglet következik a mérkőzésen. 3-1 egyébként, vagy hát 2-1 a szögletek aránya. Az eredményt tekintve Ukrajna vezet, majd a szögleteket tekintve. De Bruyne egy kicsit hátra mosolygott a kamerának is. Meg is csodálhattuk a fejét, hogy mennyire őrület. A szöglet nem, viszont nem jó. Lukaku fejelt, de ha jól láttam, ő volt üresen, igen. Tisztán fejelhetett, de ez nem ért gólt sajnos. Ittathatóak a belga drukkerek. Fél óra van hátra a rendes játékidőből. Egyelőre Carrasco góljával továbbra is Belgium vezet. Ilyen Mourinho-s eredmény lesz. De Bruyne szögletek közben, ezt kifejelik az ukránok. Doku, ez viszont nem jó labda, ebből indulhatnak az ukránok egy gyors kontrával, ha nem figyelnek a belgák. Már pedig figyelnek. Mangala. Doku. Beviszik is ilyen az alapvonalig. Doku még, most a beadás. Ez viszont Konapiának nem jó. Malinovsky. Hátra Konopiának. Egyre feszültebb az ukrán és kapkodóak. És ez azt eredményezi, hogy felszakadnak. Hát túl! Itt viszont egy jó lövés. Meg egy jó védés. De Bruyne lőhette messziről. Hát ez szép lövés volt. De azért ne vegyük el az érdemet Lunintól sem, mert azért védenie kellett a Real Madrid kapusának. Na nézzük a 72. percben. Belga szöglet. De Bruyne adja be középre. Ezt is kifejelik az ukránok, aztán felszabadítanak. Megnyernek egy légi párbajt. Malinovsky nem volt falt, mehet tovább. Onana. Dukunak. Ez nem volt. Hát hosszú volt a passz. Mudrik. Megtolja Dovbiknak. Úgyhogy kettő, most már három védő van vele szemben. Lepasszolja Malinovskynek, de Carrasco lefüleli az akciót. Eléggé csúnya falt. Méghozzá De Bruyne-t faltolták. Őt állították meg. Sárga lappa jutalmazza Stefanenkót a játékvezető. Hát ez eléggé durva belépő volt. Mondhatni kis hián megsérült De Bruyne, de tudja folytatni a játékot. De beleszállt azt a mindenit neki. 3 perc van hátra a rendes játékidőből egyelőre, és De Bruyne szerez labdát, aki elveszíti. Lunin Mangala felé. Mindig, most ők nyernek egy fejpárbajt, Mangala. Na nézzük, mi lesz ebből. Szabadrugás, mert szabadrugás lesz Belgiumnak. Nagyon jó szögből járhat. Újabb csere az ukránoknak, Mudrik helyére jön Jarmolenko. Gólveszélyes. Jarmolenko jön fel a pályára.
meglátjuk, hogy ez a csere mit fog hozni. Labda mögött természetesen De Bruyne, az utolsó perc is megkezdődik. De Bruyne bele a sorfalba, megpróbálhatja majd még egyszer. Tielemans cselezget, Doku, 3 percet hosszabbít még hozzá a játékvezető, Doku lőtte rá, de ez nem volt kész. Mert tovább, 92. percben vagyunk is, itt lehet még a slusszpoén a végére, hogy az utolsó percben kiegyenlít Ukrajna, de nézzük. Sigankov, ez viszont nem jó, aztán a második sem, jót blokkolta. Teate, nagyon jó védő egyébként a belgáknak, de viszont ezzel megindulhat Konopia. Na nézzük, mi lesz ebből, 94. perc már. Vertonghen próbálja meg megállítani, és aztán a lövés fölé. És ez volt a mérkőzés utolsó momentuma. 1-0-ra győz Belgium Ukrajna ellen, és hát majd a Szlovákia-Románia mérkőzéstől függetlenül Ukrajna búcsúzik az Európa-bajnokságtól. Annak ellenére, hogy a 2021-es EB-n eléggé sokáig meneteltek, most eddig jutott az erejükből, úgyhogy az egy csoportból búcsúzik Ukrajna. A végeredménnyel búcsúzom. Ukrajna, Belgium 0-1, innen a helyszínről. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, viszontlátásra.